itt van a cságrágójuk, és ugye ezek a fejtorontán... A pók testfelépítését mutatja be ez a diák a kisbiológusok találkozóján, amelyet a Széchenyi István gimnáziumban rendeztek meg immár 22. alkalommal. Városi és városkörnyéki gyerekek jelentkeztek a felhívásra. Két korcsoportban, 4-4 kategóriában versenyezhettek az általános és középiskolások. Az előadások témáját szabadon választhatták a gyerekek, a vízvilágnapjához kötöttük versenyünket a kezdetek kezdetekor, még amikor Trencsényinét Berzei Zsuzsanna tanárnő kolléganőm elindította ezt a versenyt a munkaközösségünkkel együtt, de gyakorlatilag oly mértékben megváltozott a gyerekek érdeklődési köre, hogy nyitottan hagytuk a kiskaput, a szabadon választott témakör azt jelenti, hogy amit szeretnének, a kicsik rajonganak az állatokért, ők az etológia témakört választják értelemszerűen, de nagyon sokan természettudományos és környezetvédelmi témakörökből is készülnek és indulnak. A nagyok az embertannal, az ember egészségével, illetve az igazán izgalmas előadások között hasonlóképpen a környezetvédelmi témakörök is szerepelnek. Az egynapos diákkonferencián a rövid előadások leginkább az állatokról szóltak. Kanárit, kutyát, pókot, békát, egy albínó kígyót és hörcsögöt is bemutattak a résztvevő tanulók. Szabó Máté ez utóbbiról tartott előadást. Hát azt, hogy honnan származik, hogy hogy kell táplálni, hogy kell tartani, és mik a betegségei. Máté már tapasztalt kis állattulajdonos, tanácsokkal is ellátta stábunkat. A teljes almot egy-két hetente kell cserélni, és naponta ki kell venni a romlandó ételt, meg a nedves forgácsot. A kisbiológusok találkozóján ebben az évben mintegy 100 diák mutatta be tudását a szaktanárokból, szakemberekből álló zsűri előtt. A legjobbak könyvjutalomban részesültek.